Dicsőség Isten! Köszöntelek mindannyiótokat! Életünkben nagyon sok esetben meg van hiúsulva bizonyos dolgok. Akár a gyógyulásunk, akár a gyarapodásunk, akár a kapcsolatainkban is. És ez a meghiúsulás szellemének köszönhető. A sátán mindent elkövet, hogy Istennek az ajándékai, amelyet minden nap kiáraszt ránk az ő irgalmából és kegyelméből, hogy ezek az isteni fajta jó ajándékok és tökéletes ajándékokat ne tudjuk birtokba venni. És megpróbálja meghiúsítani, ha megnézitek Dániel profétát, Dániel imádkozott Istenhez, és Isten már az első napon meghallgatta, de az angyalt, Perzsia fejedelmet, fejedelemség visszatartotta 3 hétig, és Dánielnek a bőtjére és az imájára tört csak meg az ellenségnek minden ereje. Egyet tudnod kell, hogy Isten jó. És tudjuk, hogy a Jakab 1.17 szerint minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről az igazság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Egyet tudnod kell, hogy ne engedd meg, hogy meghiúsuljon az életedben az az isteni fajta áldás, amelyet Isten minden nap elküld neked és nekem. Isten kiárassza a kegyelmét mindannyiunkra. És hát ugye a Jakab 1.17, amit most itt fejből mondtam, azt mondja, hogy jó ajándék, jó adomány, és tökéletes ajándék. Ha megnézed a hiányaidat, hát a hiányaink azok soha nem olyan túl jók, mert a hiány ugye mindig valami szükség áll be, és nincs benne se egy jó adományunk, se egy tökéletes ajándék. Fölülről jön a jó ajándék és a tökéletes ajándék. És kitől? A világosság atyától. Viszont a János 10.10 azt mondja, a tolvaj nem egyébért jön, lopjon, őjön és pusztítson. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. És a legfontosabb a Jakab 1.17-ben, hogy azt mondja itt a Szentírás második része, hogy Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Hát akkor most nézd meg. A jó adományban nincs változás, vagy változás árnyéka. Isten állandóan árassza ki ránk az ő ajándékát, a jó adományát és a tökéletes ajándékot. Tehát vigyáznunk kell. Istennek azt mondja Jeremiás írása 3:22-26, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Vagyis minden reggel megújul az ő hűsége, és az Úr a mi örökségünk, ezért mi benne bízunk. Tehát jó az Úr azokhoz, akik várják őt, azokhoz, akik keresik őt, és jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Azt mondja Jeremiás 6.16, hogy álljunk az utakra, és nézzünk szét, és kérdezősködjünk a régi ösvények felől, hogy melyik a jó út a számunkra, és azon járjunk, miért? Hogy nyugodalmat találjunk a lelkünknek és az érzelmeinkre. És néhányan azt mondják, hogy nem megyünk. Hát itt nekünk az a cél, hogy megtaláljuk az Istenhez vezető jó utat, a keskeny utat, a szoros ösvény, mert azon van a mi nyugodalmunk, mert Jézus békességet hozott nekünk, az ő békéjét hozta nekünk, de hát néha nyugtalanok az emberek és stresszesek. Úgyhogy hálát adunk Istennek, hogy ő az üdvözítő, ő a szabadító. És Jeremiás 9.11 azt mondja, hogy a veled való szövetségnek vérért a te foglyaidat is kibocsájtom a kútból, amelyben nincs víz. Tudnom kell, hogy Jeremiás profétát leengedték egy kútba, amelyben nem volt víz, hát pocsolya volt és kilátástalanság, hogy lehet egy mély kútból kijönni. Néha az emberek úgy érzik, hogy nincs kiút az életükben, úgy érzik, hogy egy mély veremben vannak, és az élettől is a sátán megpróbálja elvinni őket, vagyis meghiúsítani Istennek a tervét, mert Isten életet adott. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, azért jött, hogy bővölködjünk, és néhányan ezt nem tudják birtokba venni, mert a meghiúsulás szelleme
ott működik az életőben. Mit tud meghiúsítani e világ Istene? Hát bármit, amiben most jelenleg hiányba vagy, akár az egészséget, akár az anyagiakat, akár a kapcsolataidat, és bármi is legyen. Ezért neked rendkívül fontos, hogy vegyük fel az igét, és tanuljuk meg, hogy szent és alázatos szívűek vagyunk, és hogy nyugalmat találjunk a lelkünknek. Nagyon fontos, hogy a Úr igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Mi az, ami most kirabol téged? Nagyon sok esetben fizetésemelések vannak, vagy elindul a gyógyulás, és aztán nagyon-nagyon visszaesik. Miért történik ez meg? Mert a meghiúsulás szelleme, a veszteség szelleme belép az életünkbe. Ezért neked meg kell törnöd az életed felett, a tested felett, a családod felett, akár a gyülekezetünk felett, az országunk felett, mert Isten egy áldást adó Isten. A sátán az átkot hozta be a földre, a bűnt, a betegséget, a hiányt, a szegénységet, és minden rossz, ami csak létezik. Ő a sötétségben jár, a tolvaj nem megébredjön, lopjon őn és pusztítson. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Tarts ki, és minden nap felhívom a figyelmedet, hogy törd meg a meghiúsulás szellemét az életedben. Mert a sátán pusztítani akar. És minden jó adományát Istennek és tökéletes ajándékát az életedből ki akarja rabolni. A családod, a kapcsolataidat, a lehetőségeidet. És azt szeretné hallani, hogy azt mondod, hogy nem is érdemes élni. Nem is érdemes szeretni. Ne adj ennek helyt. Törd meg a gonosz munkáját, te kaptál hatalmat a kígyón és a skorpión. A meghiúsulás szelleme nagyon sok kapcsolatot meghiúsított, nagyon sok válás jött, nem engedte, hogy szeretetbe járjanak az emberek, egymás ellen fordította őket, meglopta az egészségedet, és azt mondta, hogy úgysem gyógyulsz meg. Neked érdemesebb egy jobb életre kelni. A sátán a szellemvilágban látja, hogy mennyi áldást készít Isten, és Isten minden nap készít nekünk áldást. Ezért mondtam, hogy a Szentírás szerint, ugye Jeremiás 6.16 szerint, hogy nekünk a jó úton kell maradni. A jó úton találjuk meg az áldást, a jó úton van Isten szeretete, a jó úton van az angyali segítség, a jó úton van a szükségeinknek a betöltése. Tehát szükségünk van arra, hogy a meghiúsulás szellemét kiparancsoljuk az életünkből. A Máté 18.18 alapján meg kell kötnöd minden nap a munkádba, a családodba, az életedbe, az anyagiakban, a testedben. Nem hiúsulhat meg az egészséged, nem hiúsulhat meg, hogy meg tud tartani az ifjúságodat, mint a sasét, hogy meg tud tartani az anyagi áldást, hogy bővölködjél, hogy meg tud tartani a kapcsolataidat. Ezért minden nap meg kell törnöd a gonosz minden munkáját. Miért? Hogy a kapcsolatod jó legyen, bárhol is. A sátán mindent meg akar lopni, mindenhez hozzá akar férkőzni. Ezért rendkívül fontos, hogy te a keskeny úton maradjál, a szoros ösvényen. Mert abban a pillanatban, hogy valami jó történik, rögtön valamit meg akar hiúsítani. Rögtön kapsz egy rossz telefon, rögtön valaki ellop valami. Tehát nekünk oda kell figyelni az életünkre, és bármi, ami átkot eredményez, hiány, bármilyen hiány van az életünkben, az nem egy jó dolog a hiány. Milyen hiányunk lehet? Szeretet hiány, egészség hiány, anyagi hiány, bármi kapcsolati hiányok. Elszigetelődést akar a sátán hozni. És pontosan azért, hogy meghiúsuljon az életedbe egyrészt az Istennel való kapcsolatod, hogy egy nagyon közeli kapcsolatot alakíts ki a Szent Szellemmel és Istennel, és az egy feltétlen bizodalom kell, akármilyen rosszul érzed magad, akármilyen nehézségben is vagy, akármivel is rabolt ki a sátán, neked talpon kell maradnod, mert kígyón és skorpión taposol az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néked, ne engedd, hogy meghiúsuljon az életedbe a házasságod, az anyagi áldásod, a szerelmed, és bármi is legyen, ami neked fontos, az Istennek is fontos. És Isten minden nap, a Jakab 1.17 szerint, ahogy mondtam,
az áldást rád árassza, és az ő kegyelme az nem fogy el. Tehát a Jeremiásban ugye azt mondja, az ő kegyelmessége az, hogy nincs végünk, és nem fogyatkozik el az irgalmassága. És a Szentírás azt is mondja, hogy minden nap megújul az ő kegyelme. És a kegyelem ott van a 103-as Zsoltárokban, és sorolhatnám. Ez egy gonosz démon, amely megpróbál téged megszégyeníteni, hiányba tenni, hogy szégyenkezzél akár, mert azt gondolod, hogy ó, hát más, meg ilyen, és jól megáll hitben. Mindenki támad a sátán. Ez egy megszégyenítő démon. És amikor megszégyenít téged, ezt meg kell köpnöd. De azt tudom mondani, hogy a prevenciót ismerjük mindannyian az életünkben, az egy megelőzés, akár a testünk érdekében, de minden nap meg kell törnöd a megjósulás átkát, az is egy prevenció, hogy igenis ne tudjon a sátán belépni az életünkbe, a testünkbe, a körülményeinkbe, a házasságunkba, az anyagiba. Semmi nem hírsulhat meg, se nekünk, se a gyerekeinknek. Minket a reménység meg nem szégyenít. Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkben, a Szent Szellem által, dicsőség Istennek, akit ugye adatott nekünk. Néha belép az életünkbe, ugye a büszkeség vagy kevésség, mert más kapott jobbat, mint mi. És pedig azt gondoltad, hogy te érdemelted volna meg. Igen, tudnod kell, hogy itt a megjósító szellem az gonoszkodott. Meg kell törnöd. Nem hiúsulhat meg az életünkben semmi, amit Istentől kapunk. Az Úr a mi forrásunk, nekünk nem a sátán a forrásunk. Mi nem fogadjuk el a sátánnak a kihívásait, azt mi megtörjük. Jézus a fej, és mi vagyunk a test, és a lábunk alatt van. Jézus láb alatt van a zsámolyként, ugye? A sátán. Tehát mi ugyanezekben az áldásokban részesülünk, és mi Jézus testében vagyunk elhelyezkedve. A félelem, a zavartság szelleme, ezt mind meg kell törnöd a pénzügyeink felett, az érzelmeink felett, a kapcsolatainkkal befolyásoló minden gonosz, vagyis minden meghiúsulás ellen kell menned, és ezt minden nap meg kell törnöd az életed felett, a gyereked élete felett, a munkád felett, és az életünkre kimondott balszerencsét, varázslás, bűbájt, átkolt, bármi, ami ellenünk jön, ami Isten munkája ellen jön. És mi meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Tudjuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről az igazság atyától száll alá. És ő nem változik. Nála nincs változás vagy változásnak árnyéka. A Jézus nevére minden térnek meg kell hajolnia, és Jézus vérében eloldjuk magunkat és a szeretteinket minden nehézségből, gyengességből. Mi megváltottak vagyunk, és köszönjük a megváltás örömét. Ábrám áldása milyen? Jézus megváltott a törvény átkától. Ez az átkozott démon, ez a megjósulás szelleme, ez nem lehet rád hatása, sem a családodra, sem a testedre, sem a körülményeidre. Mert garantált nekünk, hogy áldottak vagyunk, kijöttünk be, bementünk be. Ezért kell maradnod a jó úton, a keskeny úton, a szoros ösvényen, hogy Isten meg tudja védelmezni, és hogy az igét a szánkra véve csodálatosan meg tudjunk állni. Tehát mi áldás alatt vagyunk, hisz Isten előnkbe adta az áldás és az átkot, és mi az áldást választottunk. Jézus életet hozott nekünk, bőséget és áldást hozott, ő lett átokká érettünk. Tehát mi az örök életet választottunk, és a kiváltságot, és Jézus nevét, amely minden nép fölött való. Úgyhogy Jézus nevére minden térnek meg kell hajolni, mennyeieknek, földieknek, föld alatt valóknak. Áldott legyen, Uram, a Te szent neved. Köszönjük, hogy megújul a Te kegyelmed az életünk vele. Úgyhogy ne aggodalmaskodj, semmi felől ne aggódjatok. A mi imádságotokba és könyörgésetekbe minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És minden nap a Máté 18:18 alapján a megjósulás átkát meg kell törnöd. Semmi jó dolog, ami Istentől jön, mert Istentől mindig jó adomány jön, Istentől jó dolog jön, Isten egy jó Isten, nála nincs változás, és tökéletes ajándékot ad. Ez nekünk Isten a forrásunk,
Ezért neked ebben kell megmaradnod. Ebben. És meg kell törnöd a sátán munkáját, amely betegséget tesz rá, amely szakadást, vagy elkülönülést, vagy bármi legyen, sértődöttséget, nehézséget. Mi minden alkalommal hálaadással tárjuk fel kívánságunkat Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívedet és a gondolataidat Krisztus Jézusban. Ezért neked fontos, hogy rátalálj a keskeny útra, és azon marad, és azon gondolkodj, ami tiszta, ami kedves, ami jó hírű, ami igaz, és ha van valami erény, és dicséret, ezekről gondolkodjatok. Mert mi ezt tanultunk, és el is fogadjuk, amit hallottunk, láttunk, és tapasztaltunk. És így lesz a békesség Istene velünk. Dicsőség Istennek. Kérlek, hogy gyakoroljátok a hiteteket. Amen. 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 Szeretettel köszöntelek, kedves barátom! Hívlak Isten csodálatos királyságába, hogy örök életet nyerjél Jézus Krisztus által. Tarts velem ebbe a rövid imádságba, hisz aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Hívjuk ma együtt segítségül az Urat. Kérlek, ismerd el a bűnösséget, és hidd, hogy az Úr Jézus Krisztus a te bűneidért meghalt a kereszten, és feltámadt a te megigazulásodért. Fogadd be őt az életedbe, és hittel valld meg, hogy ő a te Urad, a megváltod és a gyógyítod. A Róma levél 10. fejezetének 9-10-es igéje alapján kérlek, mondd el velem a megváltás imáját, a csodálatos üdvösség imáját. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, légy az életem ura, légy a megváltója, és légy a gyógyítója. Jézus, te vagy az én uram. Jézus, te vagy az én megváltó. Jézus, te vagy az én gyógyító. Én meg vagyok váltva. Ez az igazság. Örök életet kaptam az Úr Jézus Krisztusban. Köszönöm, Jézusom.